A Mi Hazánk mozgalom már tavaly nyáron tiltakozott az ellen a kormányrendelet ellen, amely lehetővé tette, hogy minősített munkaerő kölcsönző cégeken keresztül munkavállalási engedély nélkül jöhessenek harmadik világbéli munkavállalók Magyarországra. Azóta rengeteg esetet tártunk fel, hogy jönnek is, különféle gyárakban már egyre inkább kiszorítják onnan a magyarokat. Az esztergomi Suzuki-ban például rengeteg indiai dolgozik, a városban csapatostól látni őket. Ez adott esetben még közbiztonsági problémákat is felvet, vagy ott van az elhíresült kínai debreceni akkumulátorgyár, ez is komoly bevándorlást fog vonzani. Most már ezeket az állításainkat alátámasztják a statisztikák is, ugyanis a KSH legfrissebb felmérése szerint a Magyarországon lévő külföldi munkavállalók száma átlépte a 80 ezret, és azt hiszem, hogy ez eléggé sötét jövőképet vetít elénk. Csak hogy érezzük a folyamat tendenciózus mi voltát, 24%-kal növekedett ez a szám az elmúlt évhez képest, ez havi lebontásban elérheti akár az 1000 főt is. Mindezt azért, mert a kormány gazdasági és munkaügyi politikája arra az elvre épül, hogy a globális tőkét kell kiszolgálni, olcsó munkaerőt kell biztosítani a multik számára, ezzel viszont nagyon sokan vándorolnak el a magyarok közül Nyugat-Európába, és ugyebár jönnek helyettük indiaiak, pakisztániak, jönnek a Fülöp-szigetekről, és ki tudja még, hogy honnan, elindítva ezzel egy további káros folyamatot, mégpedig az amúgy sem túl magas magyar béreknek a letörését, lenyomását. Ez tehát kijelenthető, hogy egy magyar ellenes folyamat. A Mi Hazánk mozgalom, hogyha rajta múlna, azonnal változtatna ezen a gyakorlaton, és szorgalmazzuk, felszólítjuk a kormányt ismételten arra, hogy vonja vissza ezt a kormányrendeletet, és végre kezdjen el kidolgozni egy olyan stratégiát, ami abba az irányba mutatna, hogy hogyan lehetne tartósan növelni a magyar béreket, hogy ne szoruljanak rá ilyen vészmegoldásokra, amelyek egyébként teljességgel rossz megoldások is, és nemzetellenes megoldások is, és amíg ezt a kormány nem teszi meg, mi azt gondoljuk, hogy nem alkalmazhatja magára azt a jelzőt sem, hogy nemzeti kormány.